Hogy mi volt a 2 hét szabadság legnagyobb tanulsága, és milyen új felfedezésekre jutottam a csártokon? Már is elmondom egy rövid intro után. Mivel még friss az élmény, így gondoltam megosztom veled, mire is volt jó ez a 2 hét pihenő, és milyen új szemléletet hozott kereskedési szempontból. Az elmúlt fél év elég intenzív időszak volt, és mivel itt a nyár, gondoltam itt az ideje kicsit megpihenni, lenyugodni, elcsendesíteni az elmémet. Sokat beszéltem már a különböző kereskedési technikákról, viszont kevesebb szó esik a pszichológiáról és a mentális részről, ami szerintem sokkal fontosabb, mint azt sokan gondolnák. A kereskedés egy folyamatos érzelmi hullámvasút, és talán számodra is ismerős az az érzés, hogy amikor piacra lépsz, az egyfajta jó érzéssel tölt el, maga tudod, hogy poziban vagy, és nem kell tovább várakoznod, végre köthetsz. Ez mindig egy olyan felfokozott lelkiállapotot eredményezhet, amiben aztán könnyebb benne is ragadhatunk, és észesen veszük magunkon, milyen szinten kötődünk a kereskedéshez. Plusz még hozzájön a sikeres és a sikertelen kereskedésekből adódó érzelmi töltetés, ami egy folyamatos, felfokozott állapotot eredményez. És ha ezt nem veszük időben észre magunkon, akkor könnyen jöhet egy olyan időszak, amikor az érzelmek veszik át felettünk az irányítást, ami akár sorozatos vesztőkhöz is vezethet. Valahol tudat alatt bennem is ott volt már ez az érzés, amit nem egyszer átéltem már kereskedői pályafutásom alatt, ezért is döntöttem úgy, hogy itt az ideje egy kis szünetet tartani a kereskedésben. Ezzel csak arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy érdemes kicsit tudatosabban figyelni magadat, hogy a kereskedés milyen érzéseket vált ki belőled, és ha éppen olyan időszakba futsz bele, ahol egymás után jönnek a vesztő kereskedések, és kicsit elbizonytalanodsz önmagadban, és frusztrálni kezd, hogy nem úgy jönnek az eredmények, ahogy te szeretnéd, akkor ez egy intő jel lehet, hogy itt az ideje kicsit szünetet tartani. Kereskedni csak is tiszta fejjel és jó mentális állapotban szabad, tehát amikor gép elé ülsz, ki kell zárnod minden negatív gondolatot vagy érzést, ami aznap veled történt. Tudom, hogy ez nem könnyű feladat, de neked, mint kereskedőnek ezt meg kell tanulnod kezelni, különben csak érzelmi alapon fogsz döntéseket hozni, aminek sosincs jó vége. Nyilván az érzelmeket nem lehet teljesen kizárni, de törekedni kell arra, hogy ez minél kevésbé tudjon befolyásolni a kereskedéskor. Ezért én is miután lenyugodtam, a szabadság alatt egy-két napra visszaültem a csártok elé, és ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy teljesen letakarítom a csártokat, és újra kezdek szinteket, trendvonalakat behúzni, és új megközelítéseket, új összefüggéseket keresni. Annak ellenére, hogy a módszerem elég kiforrott és jól bevált, még ennyi idő után is tudok új dolgokat felfedezni a csártokon, nyilván ez már egyre ritkábban fordul elő, de a piac mindig tartogat új meglepetéseket. Annak idején volt jó pár aha élményem, és most is sikerült egy új megfigyelésre szert tennem, és gondoltam, ezt is megosztanám most veled. Így nem is húznám tovább az időt, átmegyünk a csártokra, és megmutatom, mire is jöttem rá, ami talán kicsit leegyszerűsítheti a kereskedésünket, úgyhogy folytatás következik a ZigStation felületén. Mielőtt bárki azt gondolná, hogy valami teljesen új csodamódszert találtam fel, azt el kell szomorítsam, mert nem ez történt, és lehet első hallásra nem tűnik nagy felfedezésnek, de szerintem mindenképp segíthet egyszerűsíteni a kereskedést. Mutatni fogok két módszert, az szerint, hogy ki mennyit akar kereskedni, mennyi mozgásban akar benne lenni, vagy esetleg inkább türelmesen megvárja a folyamatokat, és még ha időbe is telik, csak a nagy vadra megy rá, úgyhogy vágjunk is bele. A szintek és a trendvonal használata nem változik, igazából csak ezeknek a kombinációja inkább. Két csártot szoktam használni, ugye a hetes csártösszeállítást és a napos csártösszeállítást. A hetes csártokon egyrészt keresem, hogy inside báron belül vagyunk, vagy inside báron túl vagyunk. Hogyha inside báron belül vagyunk, akkor pedig ezeket a zöld fordulós gyertyákat keresem, ami azt jelenti, hogy rövid távon gondolkozhatunk esetleg egy felfelé menetben, utána ezeket a devizapárokat megjelölöm, és utána a kisebb idősíkon ott finomítom a belépőket. Ha átmegyünk az NCD-USD-re, a másik, amit keresek, az pedig ezek a szinttörések, ugye amikor a hetes szintem sérül. És ezeknél figyelnek, hogy utána lemegyek a kisebb idősíkokra, és ott utána már csak a napos csárton tartva a csártokat, keresem a jó belépési lehetőségeket. Ha nem vagyunk tisztában a nagyobb időségoknak az elmozdulásaival, az irányaival, a fontosabb szintekkel, akkor a kisebb időségon sem fogunk tudni akár napon belüli jó kereskedésekhez döntéseket hozni, mert nem értjük a folyamatokat, hogy mi történik a kisebb időségon, hogyha nem látjuk a nagy képet. Az ilyen hetes szintörések azért jó, mert itt elindulhatnak folyamatok, ami azt jelenti, hogy itt akár rövidebb vagy akár hosszabb távú kereskedésekre is lesz majd lehetőség, és itt már egyéni preferencia, mindenki el tudja dönteni, hogy meddig akar kereskedésben bennmaradni, és annak megfelelően választja majd később, itt a hetes szintörés után azt az idősíkot, amin esetleg kereskedni akar. Viszont az elindult folyamatokat már a napos csárton fogom követni, azért, hogy lássam a folyamatokat,
Itt viszont annyi a szabályom, hogy itt már a napos szint alatt, tehát az Inside Baron belül már nem keresek belépési lehetőségeket, mindenképp megvárom a szintörést, ahogy itt a képen is jól látható, mindjárt kicsit jobban felnagyítom. Ugye itt két variáció szokott előfordulni, amire már többször beszéltem, hogyha az utolsó legmélyebb napos gyertya szintem már a következő napos gyertyában sérül fölfelé, akkor az azt jelenti, hogy lendületben van az árfolyam, és itt akár már a napos gyertyába is be lehet lépni, hogyha valakit nem akarja megvárni, hogy lesz-e visszateszt, vagy nem lesz visszateszt, ugye itt nem lehet tudni előre, hogy itt most két nap gondolkozás lesz, vagy egyből elindul felfelé az árfolyam. A lényeg az az, hogy előbb-utóbb, hogyha ilyet látunk, ilyen kombinációt, az azt jelenti, hogy első körben az első láb az egy hevesebb mozgással el is indulhat, és jól látható, hogy itt az NZD USD párom ez nagyon szépen meg is történt. Viszont, hogyha a következő napi gyertya nem viszi át így a napos szintünket, akkor több nap oldalazás is jöhet. Jól látható itt az NZD CHF párom, itt volt az utolsó legmélyebb napos gyertyánk, és aztán 1, 2, 3, 4, 5, 6-7 nap kellett, mire újra át tudta vinni ezt a szintünket, tehát akkor inside bározás jön, és ilyenkor el kell felejteni a kereskedést, mert napon belül a napos gyertya mértékétől függetlenül igazából olyan kicsi a távolság, hogy ezek kereskedhetetlenek. Összesen egy vízszintes vonalra és egy trendvonalra van szükségem ahhoz, hogy eldöntsem, hogy hol kereskedjek, hol ne kereskedjek. Ahogy láthatod az előbb a 7-es csárton is összesen egy vonalat használtam, mégpedig a 7-es szintet, itt a napos csárton a napos szintet, tehát megkeresem az adott időszak legmagasabb vagy legmélyebb pontját, attól függ, hogy short vagy long irányról beszélünk, és összesen ennyire van szükségem, ennyi eszközre, hogy el tudjam dönteni, hogy hol szeretnék kereskedni és hol nem. A korábbi videóimban már több módszert mutattam arra, hogy hogyan használom a szinteket. Ugye most itt a napos szinten vagyunk, az azt jelenti, hogy a periódus elválasztó közötti távolság az egy hónap elmozdulását jelenti. Hogyha felmegyünk a 7-es csártra, akkor az egy év elmozdulását jelenti, ha viszont lemegyünk a H4-re, akkor egy hét elmozdulását jelenti. És volt olyan videóm, ahol megmutattam, hogy használom a high-low szinteket, és két hónapra visszamenőleg behúzom ezeket a szinteket. Így tudom megállapítani, hogy éppen melyik hónap sávjában van az árfolyam, és annak megfelelően utána tudom célárazni. Ugye általában a napos és a hetes mélypontos gyertyák, azok belépési zónáként szolgálnak, a high-low szintek pedig célárként. És mindenkinek el kell döntenie, hogy milyen idősíkon akar kereskedni, mi fér bele a napi rutinjába, és annak megfelelően kell választania a szinteket. Egész egy órásig le lehet menni, ami azt jelenti, hogy akkor egy nap elmozdulását fogjuk látni, tehát akik napon belül szeretnének kereskedni, akkor ott is két napra visszamenőleg behúzzák ezeket a szinteket, és utána megnézik, hogy mi a folyamat. Viszont egy nagyon fontos szabály, teljesen független attól, hogy te day trader vagy swing trader vagy bármilyen trader vagy, az első és legfontosabb szabályom, hogy a napos szint alatt egyáltalán nem kereskedek, tehát mindenképp meg kell várni a szintöréseket, mert itt jönnek meg a folyamatok, itt jönnek meg a diszkontárak, day traderként is itt tudok kereskedni. Tehát az első és legfontosabb, hogy amikor beállítottuk ezeket a csártokat, csináltam egy napos szettet és csináltam egy hetes szettet, ahogy ezt már a heti piacelemzős videóimban is láthattad, és utána szépen a nap végén véglapozom a csártokat, és amíg nem látok áttört szinteket, addig tulajdonképpen ott az adott devizapáron semmi keresni valom nincs, lapozok tovább és keresem a lehetőségeket. És most itt a két hét alatt, hogy szabadságon voltam, egy-két napot rászántam és teljesen letakarítottam a csártokat, és megnéztem, hogy a szinteket használva felfedezek esetleg újabb összefüggéseket, és én nagyon érdekes dologra jöttem rá. Ha visszamegyünk egy kicsit a GBP/USD-re, ugye egyrészt van egy fő trendvonalam, tehát behúztam egy trendvonalat. Tehát semmi más nem használok, egyrészt meg kell néznem, hogy hol van az utolsó legmélyebb napos gyertyám, és amíg a szint fölött nincs az árfolyam, addig semmi teendőm, viszont a trendvonalat be szoktam húzni, ami általában áll egy fő trendvonalból, tehát ez a teljes folyamatra vonatkozik, az utolsó lejövetelre, és azon belül itt akár tudunk majd később, ha már a szint fölé zárt az árfolyam, altrendvonalakat használni rövid távon. A szabadság előtti időszakban gyakran láthattad ugye a napos csátokon, hogy be van húzva a hetes szintem is, és be van húzva a havi szintem is, és ez valakit esetleg frusztrálhat, vagy zavarhat, hogy ennyi szintet lát itt egyfolytában, és utána még ugye be lettek húzva a célárak is, és arra jöttem rá, hogy túl sok vonalat felrakni első körben nincs értelme, addig, amíg a folyamatok el nem indulna, ezért döntöttem úgy, hogy kipróbálom azt, hogy behúzok egy trendvonalat, behúzom a legmélyebb napos szintemet, és amíg ezek a szintek nem sérülnek, addig semmilyen más vonalat nem használok, mégpedig azért, hogy ne zavarjanak esetleg a folyamatokban. És itt jön be egy érdekes dolog, ami eddig is itt volt a szemem előtt, de tulajdonképpen nem vettem róla tudomást, legalábbis nem egy ebben a formában. Ha egy pillanatra felmegyünk a 7-es csártra, akkor behúzom most a 7-es szintet. Tehát ez az utolsó legmélyebb 7-es gyertyám, és ennek a szintjét már is behúzzuk.
és megnézzük, hogy hol volt ez a kisebb idősíkon. Ha visszamegyünk a napos csártra, akkor láthatjuk azt, hogy miért itt fordult az árfolyam. Ugye amíg nem használtam a hetes szinteket, nagyon sokáig csak a napos szinteken voltam elfoglalva annak idején én is, amikor még finomítgattam a rendszeremet, és nem értettem, hogy itt belépek, akkor utána miért jön vissza az árfolyam, és mindig rossz kereskedéseket hoztam létre, mert nem voltam tisztában ezekkel a folyamatokkal még akkoriban. Jól látható, hogy a hetes szintről fordult le az árfolyam. Most, hogyha ezt nem húznám be, hanem csak itt hagynám láthatatlanba, ugye arról beszéltem a heti piacelemzős videómban is, hogyha a folyamatokat hagyjuk, hogy szépen, amikor áttörte ezt a szintet, akkor hagyjuk, hogy az árfolyam mutassa meg magát, hogy hol akad el, melyik az a szint, amit ő tisztelni fog. És lehet, hogy előfordult az is, hogy még a hetes szint fölé is megy, és onnan fordul le. Ezért szeretem így első körben, hogy tulajdonképpen meghagyni, hogy itt a folyamatok hogy indulnak el. Hogyha itt a közeljövőben, itt a szint környékén, a napos szint környékén nem jönnek meg ezek a piros gyertyák, hanem mondjuk több napon keresztül megy felfelé az árfolyam, hogy ezt az előbb is láthattuk az NZD-USD páron, ott tulajdonképpen egy piros gyertya sem volt, hanem csak zöld volt. Ez azt jelenti, hogy akkor a folyamatnak tulajdonképpen egy részében nem szeretnénk belenyúlkálni, hanem megvárjuk, hogy hol ér véget a folyamat, hol akad el az árfolyam, honnan fordul le, és utána majd a diszkont árból keresjük a belépőket. Mert itt, hogy meddig megy el az árfolyam, ugye ezt előre senki nem tudja megmondani, és ugye mindig azt mondom, hogy az első láthat, a lejövetel utáni első felpattanás, az azért nehéz tervezni, mert tulajdonképpen nem tudjuk, hogy melyik szint lesz az, amit ő tisztel. Most, hogy itt beléptem volna, használtam volna mondjuk egy ekkora stoppot, és nézzük meg, hol akadt el az árfolyam, tehát eleve a risk reward se, a kockázat se érte volna meg, viszont, hogyha lemegyünk egy kicsit kisebb idősíkra, mondjuk a H4-re, akkor ott már kicsit érdekesebb lehet a történet, mert ott már esetleg akkor tudom tervezni. És itt jön be tulajdonképpen, hogy érdemes-e szinteket behúzni addig, amíg a szintörés nem történik meg. Utána, hogyha megjön a szintörés, akkor csak lemegyek a 4 órásra, és megnézem a folyamatokat. És jól látható, hogy itt volt az előző hét. Tehát ebben a hétben vagyunk benne, és az előző hét szintje itt volt. Tehát akkor rövid távon tudok kereskedni, és ilyenkor használom ezt az altrend vonal dolgot, behúzom ide, és nézzük meg, hogy látjuk azt, hogy volt egy utolsó legmélyebb pontom, és a trendvonalam tört, ezáltal itt a szintek környékén be lehetne lépni, és a céláram a hetes szint lesz. Tehát semmilyen más szintre nincs szükségem addig, amíg itt a hetes szintek felé nem tör az árfolyam, tehát az azt jelenti, hogy a hetes szint felett jöhetnek hosszabb távú folyamatok. Viszont amíg a hetes szint sávjában vagyunk benne, és jól látható, ez a hét ment ugye a legmélyebbre, tehát ez volt az utolsó legmélyebb hetes szintem, és idáig tervezem első körben. Ezek kis, rövid távú kereskedések. Viszont ugye arról is beszéltem, hogy amíg a hetes szint alatt vagyunk, addig inside báron belül vagyunk, tehát ez azt jelenti, hogy mindenképp csak rövid távon kereskedünk. Viszont jól látható, hogy a H4-nél lejjebb nincs értelme menni, mert itt kezdődnek el a folyamatok, és utána a napos szint fölött folytatódik, és elsődleges céláram ez a hetes szint lesz. Tehát most már megvan a napos szintünk, megvan a hetes szintünk, és hogyha pillanatra felmegyek a havi csártra, akkor megnézzük, hogy a hónap hol zárt, még egyet. Jó, és akkor a havi gyertyánk, az pedig ugye ez az utolsó piros gyertya, amit mindjárt felnagyítom, ide is behúzunk egy vízszintes vonalat, és ezt átjavítjuk mondjuk pirosra, és egy vékonyabban szoktam ezt megjelölni, de ez mindenkinek egyéni preferencia, én ezt így szerettem, vagy így szoktam meg. Jó, és akkor visszamegyünk a napos szintre, és megtalálom, igen, itt is vagyunk, és mindjárt kétszer rákattintok, és már be is rendeztem. Jó, tehát itt vagyunk, megvan a napos szintünk, megvan a hetes szintünk, és megvan a havi szintünk. És nézzük meg ezt az, amit igazából felismertem itt az elmúlt időszakban. Mind a három szint a fő trendvonal alatt van. Tehát, hogyha türelmesen megvárjuk, a fő trendvonal be van húzva, és a fő trendvonal alatti zónában tudjuk azt, hogy ez az a hold zón, amiről mindig beszélek, ennek időbe fog telni, mire ez ki fog töltődni. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a hetes szint és a havi szint közötti távolság, pontosabban a napos és a havi szint között van ugye a hetes szintünk, és ez tulajdonképpen a hetes szint, bár nagyon fontos szint, ez csak egy elakadási pont. A hosszú távú célár az a havi szint lesz, amit előbb-utóbb meg fog csinálni, hogyha ebből a hold zónázásból majd egyszer kitör. Viszont ami még érdekesség, ugye, tehát ez nagyon fontos, hogy a trendvonal a fő trendvonal alatt van mind a három. Tehát, hogyha most nem húznék be egy vonalat sem, hanem azt mondanám, hogy csak figyelem itt a naposon ezeket a folyamatokat, és meglátjuk, hogy hol tudok belépni rövid távon. Akkor el tudom dönteni, hogyha most itt jön ez a visszatesz, ugye itt van a mai napi gyertyánk, csak erről beszéljünk, mondjuk a következő
nap jöhetne esetleg egy fordulós zöld gyertya, akkor az azt jelenti, hogy elindultunk újra felfelé, és függetlenül attól, hogy itt van egy hetes szintünk, nagy valószínűséggel ezt átviheti. Viszont itt van még a trendvonal, amiben beleütközhet, és utána még lehet akár egy visszatesz, és általában itt szokott táncolni a hetes szint környékén az árfolyam. Tehát itt el tudjuk dönteni, hogy rövid távon esetleg, hogyha itt jó arányba be tudnánk lépni valahol egy fordulós gyertyába, kis toppa, akkor esetleg még itt ezt a távolságot meg lehet kereskedni, ami azt jelenti, hogy általában ezek ilyen egy vagy két napos kereskedések. Tehát tudnunk kell azt, hogy amikor a hold zónán belül vagyunk, akkor mindenképp csak ilyen rövid távú kereskedésekben gondolkozhatunk. Egyrészt lehet a célár a trendvonal, és majd a hosszú távú célár a havi szint. És erre jöttem rá tulajdonképpen, hogy nincs értelme ennyi vonalat behúzni, viszont hogyha nagyjából értjük a szinteket, tudjuk azt, hogy a napos szinten vagyunk, akkor láthatjuk, hogy hol indult ez a hónap, és ez a hónap ment a legmélyebbre, ami azt jelenti, hogy még ebben a hónapban nem zárult le a havi gyertyánk, tehát ha fölmegyünk ugye a havi chartra, akkor láthatjuk, hogy ez a hónap még nem zárult le. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy itt akár még több hónap, vagy több hét minimum oldalazás jöhet. Tehát megvan a mélypontunk, és ugye általában az a ritka jelenség, hogy az utolsó legmélyebb havi gyertyánkat már a következő hónap nyitása, mondjuk augusztus 1-ével fogja és átviszi. Itt bizony most jönhet az az időszak, amiről már nagyon sokszor beszéltem, ha kicsit összép húzom a csártot. Mindig miről beszélek? Arról, hogy amikor van egy ilyen nagy folyamatom, van egy nagy lejövetelem, utána mi történik? Elindult a folyamat, lejöttünk egy nagy menetre, utána több hét, több hónap oldalazás jöhet, és általában ugyanúgy, ahogy a gyertyáknál működik a kettő vagy a három gyertya, a harmadik gyertya mindig indul el. Itt is a több hét, a több hónap, a két hónap és a három hónap között lehet az, amire esetleg újra ki tudunk törni ebből a sávból. Tehát hosszú távú folyamat, tehát ez a trend akkor fog megtörni, amikor már ebből a legmélyebb havi szintből ki tudunk törni fölfelé, viszont még nem tudjuk azt, hogy itt a három hónap közül, vagy a két hónap közül mi fog még történni. Ugye első körben arra kell számolnunk, hogyha itt a havi szintet eléri az árfolyam, mondjuk egy ilyen ABCD alakzatban szépen el tudna menni idáig, az mit jelent? Itt még azt jelenti, hogy még itt csak egy fals kitörése tulajdonképpen megtört ez a trend, az első trendünk, és itt két dolog történhet. Vagy visszajövünk valameddig, és itt pattog mondjuk az utolsó legmélyebb havi szint között, és ez a sáv lesz tulajdonképpen az a sáv, ahol pattog az árfolyam, és egy oldalazásba megyünk bele, vagy akár még jöhet egy újabb lejtmenet, ami azt jelenteni, hogyha ez az előző hónap szintje sérül, akkor még maga a folyamat nem ért véget, az első trend, csak történt egy kis visszatesz, és akármikor innen a trendvonalról még simán lefordulhat. Tehát itt két dolog történhet, hogyha áttörtük ezt a trendvonalat, akkor itt a havi szintről lefordulhat és oldalazhatunk, vagy pedig jöhetünk egy újabb menetre lefelé. Amikor kialakult ez az első csúcsom, tehát a szinttörés utáni, a trendvonal törés utáni első csúcsom, utána azt szoktam csinálni, hogy fogom és áthelyezem a trendvonalamat. Ezt azért szoktam csinálni, mert itt dől el tulajdonképpen, hogy mi fog történni. Hogyha most itt kicsit összép húzom, ezt kitörlöm, hogyha átraktam ide, és mondjuk itt volt a csúcsom, ugye, amit az előbb berajzoltam, itt két dolog lehet, vagy lejövünk itt még egyszer egy nagyobb menetre, vagy pedig az oldalazásból első körben ki fogunk törni. Ugye, amikor kialakul az első csúcs, tehát a lejövetel utáni első csúcsom, akkor tulajdonképpen itt kialakul egy belső nyakvonal. Tehát ez lesz az én belső nyakvonalam. Ami azt jelenti, hogy amíg ez a nyakvonal szignifikánsan nem törik, addig nem lesznek hosszú távú elindult folyamatok. És ami még gyakran elő szokott fordulni, amikor megvan ez a szinttörés, akkor első körben lehet, hogy itt pattog az árfolyam, és azt mondja, hogy újra elindulok felfelé. Akkor mindenképp elsődleges célár ez a belső nyakvonal lesz. Mert nagyon sok esetben az történik, hogy idáig elmegy az árfolyam, vagy egy kicsit fals kitörésre átszúrja, és aztán visszajön még egy körre a sávba. Itt még szórakozik egy kicsit, és majd csak utána fog tudni elindulni. Amikor már nem jön nagyon mélyre ez a visszateszt, azt jelenti, hogy újra készülődik ezt a szintet áttörni. Tehát ez a folyamat, ez a technikai kép, amire érdemes figyelni, és ezekhez nem szükséges ahhoz, hogy minden vonalat így berajzoljunk, hogyha látjuk egy idő után már hozzászokott a szemünk, tehát rátréningeztük a szemünket ezekre a szintekre, akkor tulajdonképpen ez a hetes szint, ez azt jelenti, hogy a trendvonal alatt vagyunk. Tehát, hogyha a folyamatokat türelmesen megvárjuk itt, hogy mi történik, akkor utána a havi szint törés után tudunk majd csak elindulni. Tehát röviden annyi a lényeg, hogyha behúzzuk a fő trendvonalat, és csak a fő trendvonal sávjában gondolkozunk, és türelmesen megvárjuk, hogy itt kitöltődjön ez a hold zóna, akkor egyértelműen azt fogjuk tapasztalni, hogy teljesen mindegy, hogy behúzzuk-e a hetes szintet, vagy a havi szintet,
akkor fog elindulni az árfolyam, amikor ezek a történések, amiről az előbb beszéltem, hogy megvan a belső nyakvonal, és ezek a szintek is törnek. Ez viszont már a trendvonalon túl fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy megtört a trendvonalunk, megtörtek a szintjeink, megjönnek a momentum gyertyáink, itt a nagy vásárlói szándék, és akkor be lehet lépni. És akkor ugye itt is lehet tervezni a következő menetet, és akkor, amikor ezt az utolsó, legmagasabb havi szintet áttörte, akkor megyek tovább, és megnézem, hol van a következő. Ugye jól láthatóan itt van a következő szintünk, tehát megint idáig kereskednék, és ez lenne a következő céláram. Miután kitört az árfolyam ezekből a szintekből, akkor megnézem, hogy hol várnám el, és akkor behúzom a következő céláramat, hogy tudjam, hogy hova tervezem a TP-met. Ezért nincs szükség több vonalra. Nekem az a tapasztalatom, hogyha nem húzom be ezeket a szinteket, hanem magát csak a folyamatokat figyelem, hogy zöld, 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 piros, 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 utána újra zöld, akkor mehetünk újra felfelé, és tulajdonképpen a piac ritmusára is sokkal könnyebben rá tudok érezni, és számomra a napos csárt ilyen szempontból a leghatékonyabb, mert amíg ezek a fordulós gyertyák nincsenek meg, addig a kisebb idősíkon is hiába megyünk le, nem lesznek jó kereskedések, és itt a naposon tulajdonképpen a napos gyertya zárásban nagyon sok esetben jobban be tudok lépni, mint hogyha lemennék a kisebb idősíkra, és ott keresnék belépőket, mert ugye reggel elindul az árfolyam, akkor itt már le is késtünk tulajdonképpen a belépésről. És hogy egy valós példát is mutassak arról, amiről az előbb beszéltem, ha átmegyünk a NASDAQ-nak a chartjára, itt pontosan ez látható. Egyrészt ugye volt itt egy nagy lejövetelünk, be van húzva ugye a fő trendvonalam, tehát ez volt a fő trendvonalam. Itt is ugye meg volt a hold zónám, és nézzük meg, kitört a hold zónából. Viszont itt van az, amiről az előbb is beszéltem, hogy egyrészt ugye itt volt az első csúcs, itt még tulajdonképpen nem tört meg a trendvonal. Tehát itt még bármikor megtörténhetett volna az, hogy például itt fogja magát és lezúg, lemegy a következő szintre, akár egy dupla ajba, vagy akár tovább is. Ezért szoktam átmozgatni mindig a csúcsokat. Viszont itt jól láthatóan volt egy utolsó, legmélyebb napos szinten, és tulajdonképpen semmi más nem történt, csak táncolt az árfolyam a napos szinten. Itt ugye láthatunk egyfajta diszkontárat, itt volt egy utolsó folyamatunk, elindult az árfolyam újra felfelé, és megcsinálta ezt az előző szintet. Viszont, amire az előbb beszéltem, hogy itt tulajdonképpen kialakult egy belső nyakvonalam, de ezt a belső nyakvonalat nem tudta még átvenni, tehát nincsen elindult folyamatunk. Ilyenkor szoktam azt csinálni, amire az előbb beszéltem, hogy fogom és áthelyezem, mivel ez a legfrissebb, ez a legújabb kis csúcsom. Attól függetlenül, hogy ezt a szintet nem vitte át. Viszont nézzük meg, utána mi történt. Ugye itt dől el, hogy most lefelé megy az árfolyam, és a trendvonalról mondjuk lefordul, és újra a szintek alá zár, viszont nagyon szépen láthatóan itt megjöttek az újabb fordulós gyertyák, majd mindjárt kicsit jobban felnagyítom, mert ez egy fontos rész. Tehát itt van az, amiről beszélek, arról a flowról, hogy a piac hogy működik. Áttörtem a szintet, és mindig erről beszélek, ezekről a diszkontárakról, és a napos gyertya fordulóba itt vannak a belépők. És ennyi. És itt már elindult a hosszú folyamat is. Erről beszélek, hogy mindig a 1, 2, a harmadik lesz, a harmadik elindulás lesz tulajdonképpen a nagyobb menet. Itt is ugye nagyon szépen látható, hogy mettől meddig ment el az árfolyam. Első körben ugye itt lehet különböző célárakat meghatározni, ugye én általában azt szoktam használni, és az egyik legjobb módszer, hogy amikor a napos szinten megvan, akkor megnézem, hogy az ehhez tartozó múltbéli első legmagasabb napos szinten hol van, behúzom ezt a szintet, nagyjából itt be is húzom, és nézzük meg, hova jött el az árfolyam. Itt van, tessék. Tehát most itt nagy valószínűséggel vagy megcsinálja az előző hónapnak a szintjét, ha nem lesz piros gyertya, nem jön visszateszt, akár egy mélyebb visszateszt, ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel megcsinálta. Tehát aki itt a szintek környékén, a trendvonal törésnél nem lépett be, az lemaradt erről a menetről. Viszont, hogyha itt lett volna valahol a környéken mondjuk egy újabb fordulós gyertya, egy piros gyertya, és utána egy fordulós gyertya, akkor be lehetett volna lépni. Ezért mondom mindig azt, hogy amikor elindul egy folyamat, akkor hagyjuk itt békén ezt a folyamatot haladni, és hogyha nem nőn közte piros gyertya, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen lendületben van az árfolyam, ez az emelkedés még nem ért véget. Tehát itt ebben a folyamatban kereskedni már macerás, mert itt már nem lesz jó stop helyszín, még kisebb idősíkon sem. Vagy ha itt be is lépünk kisebb idősíkon, akkor tulajdonképpen egy hevesebb hírre bármikor kiszedheti a stoppunkat. Én ezért nem szeretek magában már a folyamatok közepén szórakozni, hanem vagy itt a szintek környékén, a trendvonal környékén lépek be, ha itt lemaradtam, akkor viszont türelmesen megvárom a folyamatot. Erről beszélek mindig, hogy teljesen mindegy, hogy te mennyit akarsz kereskedni, milyen idősíkra mész le, azt gondoltok, hogy több lehetőséged lesz, amíg ezeken a napos csártokon ezek a folyamatok nem alakulnak ki, ezekben a visszatesztekben, mondjuk ebben a felpattanásban lehetett volna kereskedni, de tulajdonképpen itt is itt voltak a napos fordulós gyertyák, itt voltak a momentumok, nincs szükség lemenni a kisebb idősíkra. Még esetleg a H4-re, ha lemegyünk, nézzük meg, hogy ott mit mutat. Lemegyünk a H4-re, és akkor tulajdonképpen
itt talán esetleg lehetne finomítani. Tehát ezért mondom, hogy a H4-nél lejjebb nincs értelme menni, mert a folyamatnak itt is meg kell történnie. És amíg a nagyobb idősíkokon nem jönnek meg ezek a folyamatok, tessék, itt vannak a 4 órás belépők. Tehát ezekben, ha simán beléptünk volna, itt nagyon szépen meg lehetett volna kereskedni ezt a folyamatot. De nincs értelme a kisebb idősíkra lemenni, mert amíg ebben a csapkodásban itt nem tudsz kereskedni, amíg a folyamat a trendvonaltörés, a momentum gyertya, és úgy itt a diszkontáról beszélünk. Szintörés, diszkontár, folyamatok, trendvonaltörés, és ennyi. És tulajdonképpen van egy főtrendvonalam, van egy altrendvonalam, és tudom, hogy akkor eddig a szintig kereskedek, és itt mindenképp kiszállok TP-vel, mert nem fog tovább menni a legtöbb esetben az árfolyam. És hogy kiderítsem, hogyha lemegyek a kisebb időségre, akkor mennyivel több lehetőség vár rám, ennek a csártnak átmentem a 15 perces verziójára, és megjelöltem ezt a szakaszt, ezt az oldalazó szakaszt, és nézzük meg, hogy itt mennyire csapkodós az egész, nincsenek igazán trendek, nincsenek elindult folyamatok, nincsenek momentumgyertyák. Itt ez az oldalazás, ez arról szól, hogy tulajdonképpen a kis idősíkon előkészítse a nagyobb meneteket. És ha ide behúzom a trendvonalat, az előbb is a 4 órásra behúztam, akkor itt indulnak el a folyamatok. Én nem mondom azt, hogy itt a 15 percesben nem lett volna egy lehetőség, esetleg ez a nagy esés, viszont hogyha itt nem vagyunk időben reggel a gép előtt, akkor erről a folyamatról már le is maradtunk. Én ezért mondom mindig azt, hogy sokkal jobb ide a napos vagy a 4 órás idősíkra lemenni, és itt finomítani a belépőket, sokkal kevesebb döntést kell hozni egy nap, és elég egyértelműek a jelzések, és sokkal magabiztosabb kereskedésben vehetünk részt. Viszont a héten egy kicsit elidőztem a 15 perces csártokon kíváncsiságból, hogy ott mennyivel több lehetőségem lett volna a kereskedésre, és azt vettem észre, hogy tulajdonképpen a H1-es csárton érdemes tartani a csártokat, és utána akkor lehet csak kereskedni jól, amikor már ott is megjelennek ezek a diszkontárak, és lesz egy ilyen kis belső nyakvonalunk. Tehát a H1-esen ezt kell keresni, ezeket a kis dupla aljakat, vagy dupla csúcsokat, attól függ, hogy long vagy short irányról beszélünk, és utána itt a belső nyakvonal és a második lábból való elindulásban láttam ezeket a felpattanásokat, hogy itt már akár, hogy megjelennek az 1 órás gyertyák, és az utolsó legmélyebb 1 órás gyertyának a következő órában már a szint fölé zárt, akkor tulajdonképpen itt is megvan a lendület, és itt be lehetett vinni akár nagyon pici kis kockázatokkal. Tehát ezeket a dupla aljakat kell keresni, ami itt is látható, és ezekből a folyamatokból lesznek majd csak a nagyobb menetek. Tehát teljesen mindegy, hogy milyen idősíkon vagyunk, ezeknek a folyamatoknak ki kell alakulnunk. Tehát amikor van egy lejövetelem, akkor itt is meg kell várni még ezeket a belső nyakvonalakat, ezt lehet keresni mindenhol. Ezeket az alakzatokat szinte minden egyes devizapáron meg lehet találni, a nagyobb és a kisebb idősíkokon is, és utána itt a második lábból való elindulásnál a kisebb idősíkra, akár a 15 percesre lemenve lehet finomítani a belépőket, és akkor tényleg nagyon pici kockázattal lehet kereskedni. Tehát ha én daytrader lennék, akkor tulajdonképpen ezt csinálnám. Viszont ezeket a folyamatokat itt is meg kell várni, csak a kisebb idősíkon ezeket a diszkontárakat, és amíg ezek nincsenek meg, így a kis idősíkon sem lesz sokkal több kereskedésünk, ezek viszont sokkal nagyobb menetek lehetnek, sokkal kevesebb kockázattal, és sokkal tovább benne tudunk maradni a piacban. Természetesen senkit nem szeretnék lebeszélni a kisebb idősíkon való kereskedésről, de ott is ugyanúgy azért meg kell várni ezeket a folyamatokat, és ezekből a dupla aljakból, elindulásokból lehet esetleg rövid távon kereskedni, ott viszont a napos szinteket kell használni célárnak, tehát nem a hetes szint, hanem a napos szinteket kell használni, és csak ott szabad kereskedni, ahol a napon belül az előző napnak van akkora sávja, hogy érdemes esetleg odáig elkereskedni, de a folyamat tulajdonképpen mindenhol ugyanaz, minden idősíkon, ezért működik nagyon jól ez a stratégiám, mert ez minden idősíkon használható, csak itt nyilván a kisebb idősíkon sokkal gyorsabban történne, és ott kell lenni a gép előtt folyamatosan, hogy ezekről a folyamatokról nem maradjunk le. És akkor végezetül mutatni még egy lehetőséget, csak most pont az ellenkező irányban, tehát ami long irányban működik, az működik short irányban is. Átmegyünk ide az NZD Japán chartjára, itt is nagyon szépen látható ez a folyamat. Ugye itt volt egy elindult folyamatunk, elment felfelé az árfolyam, majd visszatesztelt, kialakított azt a bizonyos belső csúcsot, aztán kialakított egy dupla csúcsot is. Ugye ide be lehetett húzni első körben a trendvonalat, és ugye amikor megtört ez a trend, jól látható, hogy ahogy az előbb beszéltem a csúcsokról, hogy a második csúcs sem tudta átvinni az előzőt, itt a mélypontot se tud átvinni az előző mélypont, tehát innen visszapattan, ilyenkor fogom is áthelyezem a trendvonalat, és most tulajdonképpen itt el is indult felfelé az árfolyam. És itt is nagyon szépen megvoltak azok a bizonyos belépők, ugye volt ez a lejövetelem, ennek a lejövetelnek volt egy utolsó, legmélyebb napos gyertyája, áttörve a napos szintet, megjött a két nap fordulós gyertya, a shortos gyertya, és aztán megjött a zöld fordulós gyertyám is. És tulajdonképpen ez már tulajdonképpen egy belépésre adhat az okot, mert hogyha lemegyünk a H4-re egy pillanatra, akkor ott meg lehet erősíteni ezt az egészet.
Ott is ugyanez történik, ugye amikor a visszatesztekre húzom rá a trendvonalat, mindjárt ide is ráhúzunk egy trendvonalat. Egyrészt ugye megtört ez a trendünk, nézzük meg, tehát volt egy trendvonalam, ugye kialakította ezt az első csúcsot, amiről az előbb is beszéltem, tehát tulajdonképpen ez azt jelentette, hogy ez az eső trend, ez megtört, ez az előző, utolsó, legmélyebb alj már nem sérült, megjött a diszkontáram, és utána, mivel a napos szint fölé is zártam, tulajdonképpen ilyenkor ennyit csinálok, és átrakom a trendvonalat a következő csúcsra, amit kialakított, és nézzük meg. Itt dől el, hogy felfelé törik a trendvonal, vagy pedig lejövünk, és törik a sérül a napos szintünk lefelé. Tehát itt dől el, hogy melyik irányba kötünk. És itt tulajdonképpen, hogyha megvárjuk, hogy ezek a trendvonalak, ezek a holdzónák kitöltődjönek, akkor tulajdonképpen ezzel a technikával itt a szintek környékén kell keresni a belépőket. Itt keresünk mindig a belépőket, ne pedig itt a közepén, meg amikor már van egy kis visszatesz, mert itt mondjuk még jó esetben lehetett volna rövid távon kereskedni, de tulajdonképpen ezek már mindig neccesebb kereskedések, arról nem is beszélve, hogy ha itt lépünk be, akkor sokkal kisebb kockázattal, sokkal nagyobb profitra tehetünk szert, és mindig odáig kereskedünk első körben, ahonnan lejött az árfolyam, és nézzük meg pontosan odáig felszúr, és ezért mondtam mindig, hogy ahonnan lejött az árfolyamot, a TP-vel mindig ki kell szállni, egyrészt mert fontos havi szintről is beszélünk ugye a napos csárton, tehát a havi szinteket az árfolyam nem fogja egyszerre átvinni, és ugye megjött ez a bizonyos dupla V alakzat is, és utána mindig lefordul az árfolyam, felesleges visszaadni azt a profitot, amit megtermeltünk, úgyhogy erre érdemes figyelni. Ha visszamegyünk egy pillanatra a napos csártya, mindjárt felnagyítom, akkor ugye itt a következőre lehet számítani, mindjárt kicsit összefúzom, hogy jobban látszódjon, ezt pedig kikapcsoljuk. Jó, tehát itt vagyunk, ugye következő történet. Arról beszéltem itt a szerdai posztban is, hogy itt a japán és a dollár párokon jöhetnek a visszatesztek, és szépen el is indultak a folyamatok. Ugye volt egy lejövetelem, és ez volt az első lábam. Ezt nem tudom megmondani, hogy ez most meddig fog elmenni, általában a Fibó 76 környékén ki szoktunk szállni, de ugye itt jól láthatóan volt lendület, és most indult el tulajdonképpen a visszateszt. Ami azt jelenti, hogy itt is ugye kialakította, itt is volt egy hetes szintem. És erről beszélek, hogy a hetes szint tulajdonképpen a napos szintek és a havi szintek között tulajdonképpen ott van mindig a hetes szint is, mint elakadási pont. Itt meg is torpant egy pillanatra, de alapvetően tulajdonképpen, hogyha másra nem figyelünk is csak a napos csárton tartjuk a csártyainkat, akkor tulajdonképpen a napos szinttől egyrészt a napos szintig, vagy pedig az előző időszak legmagasabb pontjáig lehet kereskedni, és közte jöhet egy elakadási pontként a hetes szintünk, de alapvetően ez ilyen értelemben nem befolyásolja. Tehát itt azt láthatjuk, hogy elindult tulajdonképpen, áttörtük a hetes szintet lefelé, amiből arra gondolhatnánk, hogyha itt a hetes szintet már nem tudta volna átvinni, akkor tulajdonképpen jöhetünk volna lefelé egy újabb menetre. De itt most be van húzva a trendvonalunk a második mélypontunkra, és itt most jöhet tulajdonképpen a második lábunk, és kérdés az az, hogy innen esetleg újra felpattanunk, és megyünk tovább egy újabb körre, vagy pedig itt még itt is oldalazunk, és itt is ki kell töltenünk ezt a hold zónát. Tehát ez a nagy trend, ez akkor fog megtörni, amikor már itt kitöltődött ez a folyamat. Tehát ez azt jelenti, hogy itt is most még itt van ez a hónap, most már lassan véget ér ez a második hónapunk is, és lehet, hogy átcsúszunk a harmadik hónapba, mire ebből lesz kereskedés, és általában ez a 2-3 hónap megpihenés után jöhet valamilyen irányú elmozdulás. Végezetül, ha szeretném összefoglalni az eddig látottakat és hallottakat, ha egy pillanatra visszamegyünk a GBP-USD csártyára, akkor azért jól látható, hogy mi a lényeg. Tehát, hogyha nem szeretnénk túlbonyolítani a kereskedésünket, és nem szeretnénk egyszerre túl sok vonalat, túl sok mindent felrakni a csártra, akkor a lehető legegyszerűbb, hogyha megkeressük a napos csártokon a legmélyebb napos gyertyaszintünket, és utána behúzunk egy trendvonalat az adott időszak esésére, és amíg ebből a hold zónával, a fő trendvonalból nem tudunk kitörni, addig tulajdonképpen hosszú távú folyamatokban nem gondolkozhatunk, tehát a hetes és a havi szintek általában bele szoktak esni ebbe a fő trendvonalba, ami azt jelenti, hogy mindenképp csak rövid távú kereskedésekben gondolkozható, elsőleges célára havi szint lesz, és a hetes szintünk az tulajdonképpen csak egy elakadási pont a napos és a havi szint közötti távolságban, ami célárként szerepelhet nekünk, és utána türelmesen meg kell várni ezeket a folyamatokat. Tehát bármennyire is szeretnénk többet kereskedni, főleg most így nyári időszakban, jól látható, hogy szinte meg sem mozdulnak az árfolyamok, tehát teljesen felesleges a gép előtt tölteni az időt. Ilyenkor egyszerűen a nap végén csak véglapozok a csártokat, és látjuk, hogy vannak elindult folyamatok, napos szint felett vagyunk-e, vannak-e fordulós gyertyák a piros sortos gyertya után, és akkor mehetünk tovább a következő szintre,
és akkor lehet tervezni, le lehet menni a H4-re, és meg lehet nézni első körben, hogy a 7-es szint legyen a célárunk, és hogyha esetleg onnan már lefordult az árfolyam, akkor második menetben pedig a havi szint lesz a célárunk. Ennyi az egész. Azért gondoltam ezt az egész folyamatot újra átbeszélni, mert nekem is egyfajta felismerés volt azok után, hogy kicsit megpihentem, és újra tiszta fejjel ültem a csártokhoz, letakarítottam mindent, és ilyenkor általában újra szoktam húzni a szinteket, hogy lássam, hogy van-e valami változás, vagy esetleg észreveszek-e valami jobb lehetőséget, és tulajdonképpen annyit tudtam leszűrni ebből az egészből, hogy általában a hetes és a havi szintek azok beesnek a trendvonal alá, tehát amikor a trendvonal kitöltődik, a fő trendvonalunk, akkor tulajdonképpen a hetes és akár jó esélye a havi szintek is sérülhetnek, nyilván ez nem az első folyamatban, de a lényeg az az, hogy mindenki itt a trendon alatt, a hold zónában csak is rövid távú kereskedésekben szabad addig gondolkozni, és hagyni kell a folyamatot, hogy a napos csárton mutassa meg magát, hogy merre akar menni az árfolyam, lesz-e visszatesz vagy sem. Hogyha a gyertyáknak a színeit követjük, akkor tulajdonképpen el tudjuk dönteni, hogy éppen milyen irányba akar mozdulni az árfolyam, és amikor egy fontos szint felett vagyunk, amikor véglapoztuk a nap végén a csártokat, és látjuk ezeket a folyamatokat, akkor esetleg be lehet lépni, és meg kell nézni, hogy hol lett a következő célárunk. Ilyenkor érdemes lemenni első körben a H4-re, és ugye a 7-es szint lehet az elsődleges célár, és a második a havi szint. Általában ugye a 7-es szint környékén azért leszokott fordulni az árfolyam, függően attól, hogy mekkora távolság van a napos és a 7-es szint között. Hogyha nem ekkora gyertyában zárt volna, vagy pedig ha kisebb idősíkon előbb el tudjuk kapni ezt a folyamatot, akkor tulajdonképpen itt ebben a trendvonal törésben be lehetett volna lépni. Tehát használhatjuk a melléktrendvonalakat, amíg a fő trendvonalakig el nem érünk, és így lehet rövid távú kereskedésekben részt venni, és ezért akartam ezt így megosztani, hogy hát ha ezzel segítek azoknak, akik esetleg túlbonyolították egy kicsit a kereskedésüket, vagy esetleg megzavartam ezzel a sok szinten meg vonallal az emberek fejét. Tehát ez volt a cél tulajdonképpen, hogy amennyire csak lehet, egyszerűsítsük le ezt az egész kereskedést, és én ennél egyszerűbben már nem tudom ezt az egészet elmagyarázni. És akkor végezetül egy utolsó gondolat, hogy az elmúlt időszakban, esetleg az elmúlt pár hétben vagy hónapban nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szeretted volna, vagy belehajszoltad magad felesleges kereskedésekbe, akkor érdemes újra egy kicsit megpihenni, kicsit elengedni a kereskedést, egy pár napra megpihenni, és utána újra tiszta fejjel átgondolni ezt az egészet, és amit elmondtam a mai videóban, ezeket a tanácsokat megfogadva, esetleg kicsit türelmesebben, nyugodtabban kereskedni, és fönnmaradni a nagyobb idősíkokon, mert láthatóan itt sem maradunk le semmiről, hogyha tudjuk pontosan, hogy mit keresünk, úgyhogy érdemes néha egy kicsit ezeket a megpihenéseket, főleg azon időszakokban, amikor belassul a piac, és sokkal lassabban alakulnak ki a helyzetek, ezáltal az emberek frusztráltabbá válnak, mert nem tudnak kereskedni, és a kereskedési kényszer, ugye tudjuk, hogy nagy úr, és ilyenkor a türelmetlenségünk tulajdonképpen belehajszol felesleges kereskedésekbe, és ezt tudni kell megállni, és amikor egy ilyen felfokozott lelki állapotba kerülünk, akkor észre kell vennünk magunkon, hogy ideje kicsit lelazulnunk, lenyugodnunk, és békén hagyni a csártokat, és tényleg csak a nap végén odaülni, és csak akkor kereskedni, hogyha minden feltétel adott. Számomra is nagy tanulság volt az elmúlt két hét, hogy teljesen mindegy, hogy mennyire gyakorlott vagy gyakorlatlan kereskedő vagy, időnként tényleg el kell jönni annak a pillanatnak, amikor el kell engedni egy kicsit a csártokat, főleg így a nyári időszakban, amikor bejönnek az uborka szezonok, sajnos az augusztus is valószínűleg ilyesmi lehet, ha csak valami extrém dolog nem történik, mert általában augusztusban szoktak a legtöbben ilyenkor szabadságra menni, és akkor ugyanúgy, mint ahogy most is jól láthatóan szinte meg sem mozdulnak az árfolyamok, ami azt jelenti, hogy jönnek a szabadságolási időszakok, és majd talán szeptemberben indul be a történet. Viszont aki esetleg tervező szeretne a közeljövőben majd éles számlát nyitni, annak mindenképp javaslom, hogy most esetleg érdemes akár megnyitni ezeket az éles számlákat, hogyha esetleg valaki szeretne az XTB-n keresztül számlát nyitni, akkor pedig meggyakorolni, megtanulni magát a felületnek a kezelését, és mire eljut oda az árfolyam, hogy szeptembertől beindulnak újra, addigra már készen állnak arra, hogy tudjanak kereskedni, tudják, hogyan kell pozíciót zárni, nyitni, és tudják alkalmazni az általam tanítottakat. Úgyhogy mindenkinek jó hétvégét kívánok, remélem ma is tudtam pár hasznos gondolattal szolgálni, és hogyha bármi kérdés van a témával kapcsolatban, akkor keresetek bátran. Úgyhogy köszönöm szépen az egész heti figyelmet, és hamarosan találkozunk egy következő videóban. Jó hétvégét mindenkinek!